Sziasztok, Rossiontok itt Hermiton, és itt van velem Levi a változatosság kedvéért. Szia, Levi! Sziasztok, előló! Figyelj! Egyszerűen olyan dologról szeretnék veled beszélgetni, aminek a meglétét nem tudom, hát nem az, hogy kinevelni a magyarból, mert ez így nem jó szó, mert az embereket ne neveljük, arra ott van az édesanyja, hanem hogy megvilágosítani az elméjüket, és ez pedig a tanult tehetetlenség. Hogy amikor azt mondom neki, hogy lehetne jobb az életed, dehogy is, nem lehet, hát nekünk már ilyen szar marad mindig, hát örülj annak, amit van, gondolom ismerős. Igen. Ugye? És 10-ből 13 magyar ezt a világképet vallja, hogy ő neki nem jár több, ő neki ne is járjon több, csak cserébe a szomszédnak se járjon több. Ugye? Ez teljesen megvan. Na most már így, ahogy ezt így megfogalmaztad, így már itthon érzem magam, igen. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy mindenki megkaphatná a feltétel nélküli alapjövedelmet, hát aki nem dolgozik, megérte, meg nekem se kell, csak a szomszédnak, aki lusta munkakerülőnek, annak se legyen. Ugye ismerős. Tehát előbb vonnád meg a gyermekeidtől az ételt, mint hogy neked is legyen, a gyermekeidnek is, meg a szomszédnak is. Tipik magyar vagy? Na erre meg fullad. Na, úgyhogy abban a világban, ahol a politikusok 800 éve lopnak ki mindent az emberek szájából és zsebéből, ahol minden politikai megegyezés arról szól, hogy mindent kirabolni az állam kincstárból, csak az adósságleveleket hagyni bent, az embereknek végre nem kéne egy kis önálló gondoskodás és öngondoskodás? Hát járhatna. Járhatna, csak ugye tudna-e? Már hogy értem? Tudná a magyar ezután visszaállni arra az egészséges szintre, ami más országokban megvan? Már melyik egészséges szintre gondolsz? Hát arra, hogy elfogadja a feltétel nélkül alapjövedelmet. Gondolod, hogy olyan nagy szintű lenne, a magas szintű lenne a társadalmi elutasítottsága a tanult tehetetlenség és az irigység miatt, hogy elbukna a kezdeményezés? Nem vagyok benne biztos, hogy igen, tehát tudod, amikor így van ez a, nem is tudom melyik filmben van a jelenet, hogy túl sérült a fájl ahhoz, hogy visszaállítsuk az alapértelmezetre, tudod? És akkor mi azt mondanák, hogy másnak se legyen, de nekem se, vagy fordítva? Nekem van egy ilyen, tehát ez olyan, mint amikor van nagyon sok módszer, van rengeteg fajta megoldás bizonyos problémákra, és amikor tudod, kérdezik, hogy de ezt erről én miért nem hallottam, és akkor tudod, megvonja a vállát, és azt mondja, hogy nem terjedt még el. Vagy nem, nincs benne a még. Tehát, hogy ez nem terjedt el. Ennyi. Ez nem terjedt el. Működik, de nem terjedt el. Értem. És szerintem ez ugyanez lehetne. Vagy na jó, de most az internet meg a tévé világában egy ötletet elterjeszteni egy országban 15 perc. Most is, tehát ez nem csak a múltban működött így. Tehát ez a jelenben is látok nagyon sok ilyen dolgot, hogy hát nem terjedt el. De működik? Amúgy működik, ja, csak nem. Nem terjedt el, ezért hagyja el vele békén. Igen. Mert ugye én azt arról álmodozom egyfolytában, hogy egy olyan, havont egy olyan 100 000 forint körül összeget minden személynek, és nem családnak, minden személynek az állami kasszából kapnia kellene. Ahhoz, hogy jól éljen. Nem az, hogy jól éljen, az hülyeség, hogy túléljen. Rész esetére bármi legyen, akkor gondolom, azt mondod, igen. Igen. És ez mindenkinek járjon az államkasszából. És amikor én ezt felvetem valakinek, akkor nem azt mondják, hogy ú, de jó ötlet, vagy hú, de fura ötlet, vagy hallottam már, mert hogy még sose hallottam, hanem, hogy ha miért adjunk, miért adnánk bárkinek is. Jönnek a kifogások, az az elemi gonosz irigység, hogy nehogy már valaki jövedelemhez jusson. Érted? Tehát az igazi, tipik Hungarian koprofágia szarrágás, érted? Hogy nehogy láthassam, hogy a szomszédom eszik. Hát mit képzelő, hogy ha alapjövedelem, és nem bírom felfogni ezt a magyar mentalitást, hogy szikrázó szemekkel torkot átharapva vetjük magunkat arra, aki önnön és társaink
sorsának jobbra fordulásának, akár csak az ötletét is felveti. Hogy ez miért van, hogy a magyar elirigli gyűlölettel a másiktól a jót. Inkább ő se kapjon, de a másik se. És besúgó lesz, és feljelenti a szomszédot fekete vágásért, nehogy az a szomszéd már egyen egy kalbászt vagy egy szalonnát. És hát azt akartam mondani, hogy nem lehet, hogy itt van a kutya elásva? Hogy házmesterország vagyunk? Ez egy posztkommunista ország. Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy még mindig munkásőrök vagyunk lélekben? Igen. Igen, nagyon sokszor én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha például, és tudod, hogy miért gondolom ezt? Mert hogyha megnézed, hogyha azt mondom, hogy vannak például, csak a filmeket nézzük meg, mert ahhoz azért úgy azt gondolom, hogy hozzá lehet szagolnunk, meg sok ember ezzel egyet tud érteni, hogy ott van például, tudunk-e hollywoodi minőségű filmet gyártani? Erre nagyon egyszerű a válasz. Hát kamera tudunk van hozzá, meg. Persze. Nem csak kamera, Bandi, minden szakember megvan hozzá. Tudunk. Tehát az a lényeg, hogy tudunk gyártani. Ami itt a probléma, hogy akkor miért nem gyártunk? Tehát például nem pótoltad be még véletlenül a Kincsem című filmet? Kincsem még nem. Nem Kincsem meltem. Na, akkor majd azt ejtsd meg, mert én a 200 éves embert akkor fogom megnézni, hogyha te megnézed a Kincsemet. Esküszöm, meg ma még nézem. Ugye az a film, az jó, hát most már ugye nem aktuálisak az összegek, mert akkoriban most ez 17-18-ban készült, most nem tudom pontosan a dátumot, de ugye akkoriban ez ilyen, azt hiszem 2,5 vagy 3 milliárd forintból készült, tehát hogy valami hasonló, ugye erre azt mondják, hogy ez egy úristen mekkora költségvetés, meg stb. Egyébként ez nem nagy költségvetés egy filmhez, meg pláne, hogyha megnézzük, hogy... Azon ugorjunk is, mert most amikor már ilyen 350 millió dolláros CGI mesterművek vannak, akkor egy 5-6 millió dollárra szerintem így basic. Meg hogy az országban egyébként mire szoktak menni, mekkora összegek, tehát hogy ilyen lombkoronás sétánytól kezdve adjuk. köszönöm szépen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt azért szívesen, tehát egy jó filmet, meg szerintem a Kincsemet és ahhoz hasonló minőségű filmeket szerintem sokkal szívesebben néznék az emberek, mint a lombkoronákat a lombkoronás sétányon. Az a baj, hogy a Nagy Ervény mocsok Lipsi, és ezért biztos gyűlölik a kormánypártja. Igen. Semmi sem tökéletes, igen. Hogy összességében, ami nagyon durva, hogy tehát a Kincsemnél nekem az jött le, hogy tehát ott több szempontból ez egy zseniális alkotás. Például azért is, mert ténylegesen, tehát az volt nekem az első olyan magyar film, hogy most a 70-es, 80-as években nem sokat láttam, de ugye jelenleg azért ugye, de üvegtigris, papírkutyák, hasonló azért az úgy nekem végig megvan, és az volt az első olyan film, amire azt tudtam mondani, hogy bazd meg, megérkeztünk. Tehát, hogyha ilyet tudunk, és tudod, fölmerül benne, de egy hatalmas kérdője, hogyha ilyet tudunk csinálni, akkor miért nem ilyet csinálunk? És tudod, hogy miért nem ilyet csinálunk? Bazd meg. Mert nincs benne. Nem, nincs benne. Megvan. Tudod, mi nincs benne? Nem eladható, és azért nem eladható, mert nincs benne a kicsit se vagyunk, kicsit ilyen, de a miénk. Aha, a tanú. Tudod? Értem, tudod, nincs benne a magyar nyomorúság, a sírva vigadás. Nincs benne, mert az, ez a, hogy is van, hogy kicsit savanyú, kicsit sárga? Kicsit sárga, kicsit savanyú, de amilyen. Ez így, ahogy van, ez leírja a magyarokat, mert a kicsit panaszkodunk, és kicsit nyomorgunk, de attól még magyarok vagyunk, ez maga a menta, ez a posztkommunista mentalitás. Így, ahogy van. Én legalábbis ezt látom. És egyszerűen, amikor megcsinálsz egy ilyen filmet 3 milliárd forintból, nem fog nagyobb bevételt, és nem csak 3 milliárd forintból, hanem egyébként látszik, hogy maga a dramaturg, a screenplay, az operatőri munka, a rendezés, a színészek zsenik. Tehát, hogy nem csak az, hogy több pénzből készült, hanem látszik, hogy ez iszonyat felkészülés, és egy iszonyat komoly munka volt, míg ugye a Kincsem lezajlott, és tényleg egy műalkotás. És pláne úgy, hogy történelmi jelentősége is van ugye ennek az egésznek, tehát hogy belevitték az egész Habsburg sztorit, és ettől függetlenül nem lett nagyobb sikere, mint egy olyan filmnek, amit egyébként ilyen 3 izével forgatnak le, meg mondjuk a Revicki Gábor, aki egy iszonyatosan jó színész, és nagyon imádom, mondjuk egy ilyen részekhajléktalant játszik benne. Tehát, de, így, vagy a Mucsi. De tehát, az is, mondjuk, éppen az, hogy most érted, de az is egy műfaj, amikor egy színész elviszi. Tehát érted? Hát, most én a Csányit például szeretem,
De a Coming Out messze nem volt olyan jó film, hogy azt maradandót alkotott volna, de abban a pillanatban, hogy a Mucsi lett benne a készenléti rendőr, abban a Így pillanatban van. kihugyoztam a vesém a röhögéstől. Abszolút, abszolút. Csak tudod, én ezzel úgy vagyok, mint a világban, hogy nagyjából minden, hogy legyen egy balansz. Tehát, hogyha tudunk ilyen filmeket gyártani, akkor miért nem gyártunk ilyen filmeket? Ha tudunk olyat is gyártani, mert a vérünkben van, tehát az, hogy a Mucsit eladjuk 2 órán keresztül, vagy a Lalit eladjuk 2 órán keresztül, vagy a Gabent, vagy a Csokit, imádom őket, tehát félreértés ne esik, imádom. Jó, tehát a Üvegtigris sorozat az örök, tehát az kívülről megy mind a három, tehát kívülről megy mind a három Üvegtigris, és vitatkozhatunk, hogy melyik a jobb, meg a rosszabb, mind a három szerintem zseni, messze menően zseni. De én hiányolom azt, hogy ha van képesítésünk, akkor miért nem? És ez azért, mert az elvtársak megmondják, hogy mit igen, igen. És mit nem. És igen. Hogyha az elvtársak osztják ki a pénzt, akkor az elvtársak megmondják, hogy kinek melyik rokona legyen benne, a pénzből mennyit kell visszaosztani, és melyik tehetségtelen pártkatonát kell szerepeltetni, melyiknek kerülni a ilyen székbe, olyan székbe, és akkor abból persze hát nem tudsz más csinálni, mint hogy a végén egy nagy kaki darab kijön a vetítővászonra többek között, mert ugye a párt beleszól, hogy a párt megmondja, hogy a párt mit csináljon a párttal. Tehát, igen, tehát a legvéresebb szájú kommunizmusban élünk, és ezt nem fogjuk fel. És az emberek idomultak ehhez. Tehát amikor azt mondom, hogy feltétel nélkül alapjövedelem, kapjál minden hónapban 100 000 forintot a számládra, csinálj vele, amit akarsz, ne kelljen érte megdolgoznod. Senki nem kezd azon gondolkodni, hogy hát vagyunk most 4-en a családban, apa, anya, 2 gyerek, az havi 4 kiló plusz jövedelem, abból akkor azt mondja, az 1 év alatt 4 millió 8, akkor beleugorhatnánk egy autóhitelbe, életemben először lehetne egy új autóm, vagy felújíthatnánk a tetőt, faszán legújabb napelemes tetőcserepekkel, nem? Ha miért kapjon a szomszéd cigánya 12 gyerekébe? Pasz! És itt vége! Napelem csere halott! Tehát érted? Érted? Hogy nem az az első dolog, hogy lehetőség nyílik az életben, hanem hogy mit képzelsz te senki házi kutya? Hát miért adnék én valakinek pénzt? Miért? Hát, igen, hogy ne lehetne igen, megoldani. Igen, igen. Mit képzelsz, hogy te megoldást hozol a problémákra? És ez a, és ez igen, a válaszok igen. 99%-a volt. Nem a probléma, hogy miből fizetjük ki, nem az, hogy hogyan változik meg a munkaerőpiac, okoz-e inflációt, vagy nem, hogy miért kapna bárki? Mit képzelsz, hogy pénzt adjunk a nép kezébe, Lőrincen kívül bárkinek? Meg van indokolva minden, tudod, hogy ez nem megy, ez így nem fog, mert erre nincs pénz. Erre ez a tanult kell. Tehetetlenség. Ezt mondom én, hogy ez a tanult ugye, én például most nem fogok neveket említeni. Sanyinak hívták az illetőt, igen? Rákóczi utca 8B-ben a 3. emelet 5-ös lakás. Igen? Nem fogok neveket említeni. 4-es. Hogy egyszer forgattunk egy kocsmába még az előző zenekarra, és egy ilyen tematikát forgattunk, mert a kocsmának ki volt alakítva egy ilyen nagyon jó kis tematikája, és nekünk az egy pont kapura jött, mint rendes forgatási helyszín, és akkor tudod, kérdeztük, hogy akkor hogy, meg mint, meg stb. És akkor megbeszéltük az árakat, meg hasonló, és ugye utána beszélgettünk a bácsival. És tudod, végig egy ilyen, tehát most mondok egy példát, megkérdeztük a bérleti díjat, elmondta a bérleti díjat, majd amikor rájött, hogy lámpákat, világítást, hasonlót fogunk használni, akkor mondta, hogy akkor még vágjunk már hozzá még 1 tízest, mert neki nagyon sok áramot fog ez fogyasztani. Ez korrekt szerintem. És akkor... Csak mondtam, tehát, hogy mondtam neki, hogy igazából 300 wattról beszélgettünk 2 órán keresztül. Aha, jó, most érted? Érted? Tehát, hogy na mindegy, csak hogy nem ezzel van a probléma, abszolút jogos, meg jó áron adta a helyet, meg mindent, tehát egy pillanatig se forszíroztuk ezt a dolgot, csak mindig tudod, így volt ez a, nem azt mondom, hogy panaszkodás, meg siránkozás, de hogy ez a nehéz lelkű az öreg, hívjuk így, hogy ilyen nehéz lelkű volt egy kicsit, és akkor kérdeztük, hogy megy-e, meg nem-e megy annyira a hely, meg hogy van, meg mint van, meg stb. És akkor az volt a lényeg, hogy,
mondta, hogy hát, hogy megyeged, de hogy azért nem az igazi, meg hát, hogy azért így, meg úgy, meg amúgy, mondom, persze, meg tudom érteni, hát egyébként nem egy ilyen populáris helyről beszélgetünk, de nagyon jó kis alapos történet, és akkor pont így kezdtük sajnálni, meg hasonlók, amikor kérdeztük így a Covid-ról, hogy és így a Covid-dal mi volt, meg be volt zárva, vagy nyitva volt, stb. Azt mondja, hogy be volt zárva a Covid alatt, hogy neki volt egy, vagy van egy pultos lány, aki már nagyon régóta itt van, és hogy hát, hogy ugye nincs pénz, meg semmi, másfél éven keresztül fizette úgy, hogy nem dolgozott, és nem volt nyitva a kocsma. Any question, emberek? Hát de erre tudod, hogy biztos lesz majd a videó alatt egy 20 hozzászólás, hogy hát nem ér, hát nem dolgozott meg érte, ingyen élő. Sőt, várjál még egy nagyon fontos kommentet. Miért nem tanult? Maga a gesztus egyébként az zseniális. Tehát az, hogy szinte még Persze, Magyarországon egy úristen. iszonyatos követendő példa, csak akkor ugye mindig ez a kérdés, amikor tudod, volt ez a Kovács András Péter mondta, tudod, hogy hogy te drága, ez a medence fűtés. Sokat fog ez nekem. Amikor volt, mert vagyunk, valami ilyesmi volt, Hülye ugye vagy. volt ilyen, tudod, de nem biztos, hogy valami hasonló volt, emlékszem, hogy tényleg, amikor megdrágult, és amikor majd írják az MVM-nek a keresztény demokraták, tudod, hogy ne haragudjon, azért nagyon sokat fogyaszt most csak ugye Tesla töltő, tudod? Tehát, hogy igen, tehát, Na hogy Istenem. kicsit én úgy ezt látom mindenhol, hogy amikor valahogy itt mindenki kurva jól keresd, akkor, és mindenki mindig spórol. Értem. Ja, Nem is de spórol, nem is spórol, az a termék, bocsánat, fukarkodik. Igen. Fukar, ez a jó szó, a magyar szarrágó. Tökéletes. Fukar és Hogyne? méltatlankodik. Méltatlankodás. Hogy? Ú, de jó kis szinonimákat találunk ma. Figyelj, most azért gondoljál bele, hogy ugye mondják, hogy a híres magyar vendég szeretet. Igen. Hát menjél le falura, azt vagy vidékre, szívasd meg magad bármire, bármelyik portán. Jaj, te! Tudod, hát egy pohár víz, hát mindjárt mondják, mocskos lépsi gyócsányabb volt. Hol kapsz te már Magyarországot? Egy pohár vizet, érted? Meg poharat, meg vizet, meg na, mindegy. Szóval visszatérve a feltétel nélküli alapjövedelem. Azt mondják, hogy drága. Hát figyelj. Ugye politikusaink, és nem tudom, akik ezzel kampányolnak, ilyen szervezetek mondjuk így, azok szépen elmagyarázták, hogy azért vannak ennek nettó hozadékai, hiszen például kiválthat családi pótlékot, gyest, gyedet, tököm tudja mit, amik ennél alacsony, sőt még az 100 000 forintnál alacsonyabb nyugdíjakat is, hiszen a bunkó magyar nem érti, hogy nagyon sok öreg az éhezés határán van, 80 000 nyugdíjban, ezt nem fogja, 40 IQ-ban sajnos ezt nem lehet, tudod, hogy a Fideszre szavazol, sajnos még nem leszel okos, na mindegy, és kiválthatna egy csomó szociális juttatás. Tehát ugye innen kezdve nem lenne az, hogy bemegyek a pógihoz, hogy oda baszom a 12 puját az asztal, hogy vagy ad pénzt, vagy itt helyben most mindjárt itt hagyom a gyereket, érted? Mert meg lesz a lóvé. Tehát rendkívül sok pénzt kivált, tehát nem annyiba kerül. A B, meg az öntudatos magyar vállalkozó, aki 10 négyzetméter festést 3,5 milliárd forintért vállal, számla nélkül, az nyugodtan lemondhat róla. Hát akkor legyen meg az a nagy nemzethi önérzet, és mondjon le róla, aki gazdag. És akkor így elterveztem magamban egy ilyen honlapot, ahol önkéntesen, tehát nem kötelező alapon és nem automatikusan, fel lehetne iratkozni névvel, hogy Kovács Béla 2, én lemondtam. És akkor megnézném, hogy egy ilyen Orbán genyónak, meg egy ilyen Lölő genyónak mikor jelenne ott meg a neve. Mert szerintem Andika elmenne és sorbán érte a munkahogyi hivatalnál ezért a 100 000 forintért, mert biztos nem mondanának le róla. Úgyhogy ennyit a gerincről, de én azt mondom, hogy mindjárt az a jó kereső 4 millió ember, aki a videói manál mindig odaír, hogy én tanultam, érted?
Jóska gyerek nyolt általánossal, aztán most csak azért tud izéni köműveskedni, mert az igazi köművesek már nyugaton dolgoznak, és ezért a szar munkáját elfogadják, és rájuk omlik utána a ház, akiknél megcsinálták. Bocsánat, csak így hívnám fel a figyelmet és a különbséget az elfogadás és a beletörődés között. Jaj, de szép. Hogy mert azért mondom, mert ugye nekünk volt ugye az elmúlt időszakban, tehát nekem volt szerencsém a, hát most ezt hogy mondjam, tehát szerintem azért itt a szakmunkások kicsit meg túl vannak tenyésze, mint a német juhász kutya, mert ezt a minőséget, annak teljes hiánya, hát igen. Ez bazd meg, amit így föl, tehát én nem értem, hogy egyébként például van-e egyéb olyan szakma, csak hogyha belegondolunk egy picit, hogy ez miért felháborító, már csak azon felül is, hogy egyébként sokat kérnek meg mert két értelmes vonatot nem tud kinyögni, és azért én azt gondolom, hogy példának okáért, amikor mondjuk megkérdezed azt a szakit, aki a radiátornak a, tudod, a trapéz részét negyed fokkal elcsavarva, én értem, hogy nem az kerül sokba, hogy elcsavar, hanem az, hogy ő megtanulta, hogy csavarja meg, tehát ez abszolút megértem, csak amikor ő mondjuk ezt a 3,5 perces munkát, úgyhogy szerszám se kell hozzá, mert én adtam, mert nem volt nála imbuszkulcs. Így jött ki a szaki, meg a villanyszerelő izé nélkül jön ki. Mi az, amivel mérhet az elektromossággal? Fázis celuza nélkül jön ki. Igen, teljesen. Tehát amikor kijön egy vizitre, és az, hogy én kezet foghatok vele, az 45.000 forintomba kerül, akkor ezek után, amikor megkérdezem, hogy hétköznap, mert neki akkor jó, mikor szándékozik jönni, akkor mondjon már legalább egy tólig időszakot, amire tudok kérni, az, hogy hát mondtam, majd délután majd megyek majd üzébe. Nem, barátom, mondd el, hogyha 40.000 forintot, 45.000 forintot én ott hagyok nálad, akkor legyél már szíves elmondani azt, hogy nekem a kis nyomorék munkahelyemből, ahol én nem ennyit keresek egy nap, mikor kell onnan eljönni? És akkor meg tudom előre szervezni. És ne késő 3 órán keresztül, mert az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen szakinál, ez ilyen a szarmunka mellé jár, hogy bazd meg nem találsz, tudod, ez amikor adsz a kőművesnek inni, tudod, van ez a poén, hogy akkor 4 dolog nem lesz a házadban, viszintes, merőleges, párhuzamos és függőleges. Érted? És igazából itt azon, hogyha már igen, tehát hogyha megépíti a házat olyan pénzért, amiért már egyébként külföldön se szégyen elvállalni munkákat, akkor még nem normális az, hogy nincs benne vízszintes merőleges izé, de akkor ne neki álljon még följebb. Na most ugye, az van, hogy úgy el vannak látva munkával, el hogy vannak kapatva még. Én annyit kérek a videóm alá kommentelni szándékozóktól, hogyha oda akarnák kérni, hogy 6,5 millió keresek a csomső cigány mögnek, mielőtt ezt leírod, kacska kezeiddel, csecsebecse szemecskeidden, akkor adj engedélyt magadnak gerinces kéma leírásra, hogyha ugyan leszel, mint az autószerelő, aki nem veszi fel nekem egy hete a telefont, nincs nála autóm, csak úgy szoktunk beszélgetni, és akkor végre felvette, azt mondta, akkor a szarba van, 35 éve autószerelő mester vizsgája van, és elhoztak hozzá valami borlasztós dízeles faszon-baszon motort, nem vágom, nem értem a autószerelést. Az a lényeg, hogy nem tudta megoldani a problémát. Elhívott egy távoli vidékről egy autószerelő, és nem ilyen külön ezzel a szakmával foglalkozó fiatalembert, aki 20.000-et kér a kiszállásért, meg még 60.000-et kért, mert 3 órát dolgozott, és a 3. órában közölte, hogy nem lehet megoldani a problémát. Ez itt úgy hulladékfos, ahogy van, rád fog rohadni, mert ez már 10 éve ki kellett volna tolni a roncs temetőbe, és turta-furta, hogy megoldja, és olyan műszerekkel és szerszámokkal nem sikerült nekem itt az én autószerelőm még csak hírből sem hallott, és a végén akkor elvitte a 80.000 forintot, és most ott áll a szerelő, hogy nem tudja megcsinálni az autót, de azon ügyködik, hogy valahogy még megmentse. Na ezt hívják munkának. Az, hogy te a szarodat összecsapod 1,5 óra alatt, és elkérsz egy 1,5 órás munkáért 300.000-et, csak azért, mert nincsen már ellenlábasod, meg hogy hívják ezt magyarul? Konkurencia. Nincs konkurenciád, mert mindenki elment már a terror Orbán előre a geciben nyugatra. Azért ne írkáljál nekem oda, hogy te mennyit keresel. Nem érdekel. Na, szóval feltétel nélküli alapjövedelem levente. Mi lenne, ha kapnál havonta plusz 100.000 forintot? Többet tankolsz, nem?
jelenleg. Munkádból kifolyólag. Na, nem, mondjuk hát kb. Ennyit. Most ugye, mivel nem 700 már a benzin, hanem 600, 5, várjál, mennyi volt? 585-ét tankoltam múltkor. Ezért mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen 110-ben nekem például megáll. Uh-huh. Na, úgyhogy egy, főleg ezeknek a ezeknek a nagy diktátoroknak, akik ezek keresik ezeket a naponta milliókat a vállalkozásukkal, ezeknek filléres. Tehát ők nyugodtan le is mondhatnak róla, a leggazdagabb 4 millió bátran le is mondhat róla, nem azért, mert le kell mondani, nem azért, mert ugye gerinc, meg tartás, meg kőkeménység, meg hát már, de ők aki vagyok ének, mert ők tanultak, mondja 8 általános, csak azért, mert fideszes ismerőse van, az belenyúlt egy 200 milliós cuccba, érted, mert ő tanult. Na mindegy, ők lemondhatnak róla, marad mindjárt 6 millió ember, akinek fizetni kell, akik nem tanultak, meg nem nyúltak bele, és akkor már is ott tartunk, hogy egy elviselhető tétel a magyar gazdaságnak. Hát maximum, hogyha nagyon nem jön ki a lóvé, akkor a lopott pénzből Lőrinc visszaad egy kicsit. Ugye a bevallott vagyon a 660 milliárd forint, az 660 ezer millió forint, valaki nem értené. A valós vagyon ennek szerintem valahol a 15-20-szorosa lehet, amit ugye nevére átírtak, meg átfolyattak rajta. Úgyhogy a lopott pénzek fideszes és kommunista visszatétele, az nyugodtan megoldaná kb. 50 ezer évre az ilyen problémánkat. Meg hát ugye ki lehet húzni a szarból Magyarországot gazdaságilag, tehát hogyha egy 20 percre abba hagyjuk a kommunista Szovjetunió putleri imádatát, az megint nagyon sokat dob rajta, ugye, és végre belépünk az Európai Ügyészségbe, aláírjuk, és végre eljutalják azt a 10-20 milliárd eurót, ami lassan már ugye kéne, hogy jöjjön, csak a mutyisok miatt nem jön. Meg lenne, mert bőven lehetne találni forrást, kevesebb lopás, több európaiság, és egyből meg lenne bőven a forrás, bármilyen hülye matekkal jönnének itt a mutyisok, hogy jaj, hát nem jut rá. Amíg Lőrincre jut, meg Andikára jut, addig mindenre jut, meg Szíj Lászlóra, meg Habonyra, meg az, nem tudom, a Kakadu helikopterére, meg mindenre. Meg amíg minden nertag kaphat egy kastélyt ajándékba teljes fenntartással, meg a súlyos 100 milliárdokkal, amíg egy Tiborcot fent tudunk tartani, és természetesen már eljött az ideje a videóban, hogy odaírjátok azt is, hogy még Gyurcsányobb volt, mert ezt már nagyon-nagyon régen nem írtátok oda, és esetleg elfelejtitek leírni a Gyurcsányt két csével, meg hosszúval. Úgyhogy, tehát feltétel nélkül alapjövedelem. Ezt kellene követelni a politikusainktól. Kérdés, hogy tudjuk mi ezt követelni? Hát jó kérdés. Tehát ugye mindenkinek azt kéne mondani, hogy figyelj képviselő, én akkor szavazok rád, ha te a parlamentben megszavazod a feltétel nélküli alapjövedelmet. És ha mind a 200 képviselőt pártállástól függetlenül erre rákényszerítenénk, akkor 100%-os szavazattal, nulla nemmel és tartózkodással el lehetne érni, hogy megkapja mindenki ezt a feltétel nélküli alapjövedelmet. Most ilyen magyar egyes leszek, és nagyon sokszor elmondom, hogy bevésődjön nekik. Ha nem váltó óvodásokat meg tudta bevégyezni a magyar nyugger, akkor meg fogja jegyezni a feltétel nélküli alapjövedelmet is, ugye? Levente, mert a feltétel nélküli alapjövedelem megjegyezhető. Hát figyelj, Magyarországon sajnos ez megy, a súlykolás, a göbbelszi súlykolás, mert bizonyos intelligencia szint alatt egyszerűen ez megy. Tehát, érted? Kis csibékkel így kell beszélni, hogy megmondja a kotlós, hogy merre kell menni. És figyelj, most idehoznék egy másik példát, ami Magyarországon ilyen dogmatikussá vált. Yes. Ugye amikor azt mondom, hogy nem keresek jól, akkor ugye automatán az a válasz jön, hogy hát mit dolgozol. És amikor mondjuk ezt például egy köművesnek, vagy egy ácsnak, vagy egy villanyszerelőnek, vagy egy szakmunkás, tehát aki tényleg ilyen szakmában dolgozik, például annak az embernek mondom, hogy azzal közlöm le, akkor ő lekicsinli az én munkámat valahogy alapvetően, hogy hát nyilván én abban a munkában, amit én csinálok, abban nem fáradok el annyira, mint abban, amit ő csinál, viszont hát ő keres is.
mint ugye másik 2 milliót egy hónapban, meg stb. Stb. És akkor fölteszem a kérdést, hogy jó-e az egy gazdaságnak, jó-e az egy társadalomnak, és így tovább, hogyha valamilyen munkát kell neked, kifejezetten egy típusú munkát dolgozod ahhoz, hogy jól keres. És itt nem a milliárdokról beszélek, meg a milliókról, meg az X6-os BMW-ről, meg a satöbbiről, hanem egy élhető normális, tehát a 220 ezeres tanári fizetés az nem számít annak jelen esetben. 2000 Tudod, mit mond erre Sanyi a kőműves, aki életében nem tanult kőművesnek, csak most átvállalta a szakmát, mert mindenki nyugatra ment. Mit mond el 3 diplomás tanárnak? Hát még nem tanult a köcsög. Rohadt lipsie. Értitek? Tehát, hogy most mondok egy példát, hogyha, tehát én értem azt, hogy nekem most ki kéne tanulnom a villanyszerelő, ács, hideg, meleg, burkoló, kőműves szakmát, de mi van akkor, hogyha például, most mondok például egy olyat, hogy valaki mondjuk nem tud fizikailag dolgozni, és muszáj neki fehér galérot. Nem is akar fizikai. Vagy például nem akarod, mert annyi szép hivatáson ezen a kibaszott világon olyan sok mindent lehetne csinálni, akkor miért kéne mindenkinek, tehát nem 10 millió kőműves országa, mint 10 millió focista országa vagyunk. Igen, de várj, hát most gondoljál bele, hogy amikor a bunkókám, most ne a kőműveseket bántsuk, hanem minden ilyen nagyvállalkozót, aki oda kommentel a videóimmal, el lehet olvasni, tehát ott vannak a bizonyítékok, hogy hát figyelj, bunkókám, te, aki kommentelsz. Ha mindenki ezt csinálná, hogy vállalkozás címen lehúzogatja az embereket, mert ez már lehúzás, amit ti csináltok, ez nagyrészt már nem munka, akkor amikor te reggel zabálni akarnál munka előtt, nem lenne a boltban eladó, aki kiszolgáljon, nem lenne éjszaka pék, aki megsüsse a te zabádat, a hülye gyerekedet nem tudnád elvinni se iskolába, se odába, nem lenne óvónő, meg tanítónő, és a hülye gyereket beteg lenne, az meg nem lenne ápolónő, aki ápolja, orvos, aki ellás. És uram, bocsá, egy teljesen logikus másik érv, tehát hogyha nem is erre, mert ugye vannak emberek, akik szerint ezek nem fognak megtörténni, mert ez milyen máér, tehát ez nem történik meg, akkor mondok egy másik indokot. Tehát most, hogyha azt nézed, hogy ezek a szakmunkák, amik abszolút becsületre méltók, de nagyon sok ember azért keres ebből nagyon-nagyon komoly pénzeket, mert hiába hulladék a munkája, nem találsz szakembert. Bizony. Tehát akkor, hogyha most tegyük fel, nem tudom, hogy mennyi, most beszélünk egy villanyszerelőről, nem tudom, mennyi villanyszerelő dolgozik, de tudom, itt legyen inkább burkoló, mert villanyszerelő azért... Nem, azért, pont fordítva, villanyszerelő most nincs. Nem azt mondom, hogy nincs, hanem azért az általában annyira nem szokott igénytelen lenni, olyan úgy tapasztaltam. Ja, hogy igen, ők mondjuk jobban. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy ferde a csempe, meg a ízi, meg a faszom leomlik a vakolat, ezért többször szokott előfordulni a médiában, mint az, hogy ízé megbaszott az áram, igen, de hála az égnek egyébként. De most azt mondom, hogy akkor legyen egy ilyen hideg-meleg burkoló, és tényleg azt mondom, hogy 1000 millió tisztelet a kivételnek, de tudjuk, hogy nagyon sok nem kivétel van. Tehát, hogyha neked a munka minőséget kurva szar, és igénytelen, amit csinálsz, és mégis jó pénzeket keresel belőle, akkor te ne tanácsold azt, hogy emberek, akik egyébként IQ-ba bazd meg megbasznak, azok menjenek ugyanazt a szakmát csinálni, mint te, mert akkor lesz vetélytársad, haver. Az nem jó, az nem jó. Tehát az nem igen, jó, igen, hogyha igen. Magadnak csinálod. Kiderül, hogy szar vagy, hogy... is legyőznének, és ilyen. Igen. Tehát én abszolút megértem, hogy ezt így jól esik elmondani a kocsmába, hogy figyelj, az egész kocsma, figyelj, hát nekem volt olyan interakcióm, ugye a tököli kocsmába, hogy az úriember közölte, hogy ő megvenné az egész kocsmát, nyilván nem volt józan, tehát hogy ő megvenné az egész kocsmát, csak nincs akkora pult, hogy kiférjen a pénz, amit most nála van. Így. Aztán utána ugyanez az úriember, ez megtörtént ez a sztori, tehát ugyanez az úriember utána közölte, hogy jó, hát hogyha nincs tökötök, hogy eladjátok meg, én most nálam sincsen ilyen adásvételi papír, meg ilyen, tudod én, akkor legalább adj egy pálinkát. Mondja a pultos, hogy ne haragudj, de hát más standolok meg. 10 000 forintot fizetek egy pálinkáért. Tudod, főúztuk a szemöldökünk, és egy kis csaj volt benn, kis aranyos kislány, tudod, és akkor, hát de ne haragudjon, uram, nem, és akkor még magáztam, nem a pénz megvan, stb., de hát, hogy már standolok, és már nem szabad, és már
10-20 000 forint egy kibaszott pálinka, nem vagy csak hajlanak adni egy pálinkát, a téged is megbaszlak. A tipikus meg, magyar jobboldali. Várjál, tudod, és így még pont ott voltunk a kis sleppel, tudod, és akkor így mondom, uram, hát akkor tedd ki a pénzt. Mondom, figyelj, mondom, kirakod a pénzt, akkor én gondoskodom róla, akkor szerzek neked a föld alatt pálinkát. Figyelj, csávó kinyitja a pénztárcát, 3000, 4000, 4300, 60, 70, 80, és vége. Akkor és vége. Az itt tényleg. És tudod, így hárman bazd meg egy kúrusba, erre verted a faszodat, haver. Tényleg. Tehát ennyire suttyó hülye vagy. Érted? Nem lett volna bölcsön. Érted? És ez itt a problematika. Tehát, hogy amikor az ilyen ember, és attól még, hogy valaki ilyen hülye, hogy a lágyút, attól még keresett nagyon jó pénzeket, nem erről van szó. Csak barátom, ne csinálj magadnak konkurenciát. Igen. Mert most, hogyha abból indulunk ki, hogy tegyük fel, mondjuk van egy, nem tudom, legyen egy valaki, aki mondjuk mérnöknek tanult például, és valamiért mégsem, mert most nekem például van egy ismerősöm, hát kétségbejtően szar bérezése van az úriembernek, pedig gépészmérnök egyébként. Jó, kezdő, tehát velem egy idős, tehát pályakezdő, nem arról van szó, de akkor is, tehát hogy ahhoz képest, hogy így a BMM végzett azért eléggé undorító, és csak hogyha, tehát most abba gondolj bele, hogyha mondjuk fogja magát az a kis mérnök úriember. Hát miért nem tanult? Igen. Rohadt lépsége. Csak érted, tehát hogyha most abból indulunk ki, hogy a BMM végzett mérnök úriember, aki 3D programozással, meg kedezéssel, meg mindennel a alkatrészeket, meg stb. Tervez, az milyen konkurencia lehet egy olyan burkolónak például, aki semmi ilyesmit nem csinál, hogy precízen, tehát az úriember, hogyha még precízen elszámol, precízen megmondja, hogy mennyire lesz szükség, mert ugye anyagot mennyit vegyek, Sanyi? Amikor rajtunk maradt 13 zsák csemberagasztó, mert az alkoholista barom nem tudta, hogy miről beszél. Na, érted, erről beszélek. Na, ne erről a vállalkozóknak, és a köműveseknek, és a burkolóknak, és a villanyszerelőknek menjünk neki, hanem ugye átlag a magyarnak. Hogyan törjük föl a buta magyar nép lelket, hogy felfogják, hogy nekik jó a feltétel nélküli alapjövedelem, és ne halljam mindenhonnan vissza, hogy én nem akarom, hogy a szomszédnak is járjon, mert ott pusztuljon az édesanyjába, de én nem akarom, hogy neki legyen pénze. Hogy lehet ezt feltörni, ezt az irigy, gonosz, beteg ellenállást? Van egy nagyon csalóka dolog. Yes. Ugye amikor azt mondom, hogy egy embernek 100 000 vagy 10 embernek 1 000 000, akkor az nagyon jól hangzik, a 10 embernek az 1 000 000. És ugye bizonyosabban, ugye most ezzel megy a házalás egyébként, mondjuk például az alapjövedelem ellen, hogy hát, hogy most akkor 12 gyerekes cigány család, akkor most bocsánat, de lehet ez fejecsel, most nem erről van szó, de akkor ne, 1 000 000. 12 gyereknél, te jó, Isten, mennyi mondani, a kiadás? Ezt akarom mondani, tehát, hogy akkor... az egyetem végéig. Igen. Mondjuk. Tehát, hogy ezt akarom pontosan mondani, hogy nagyon jó hangzik, csak amikor belegondolsz abba, hogy tényleg annyi gyermek, meg annyi családtag van, tehát jobbára nem lesz több. Oké, hogy mondjuk az albérleti költség, vagy a satöbbi, sőt, igazából ennyi, tehát az albérlet mondjuk olcsóbb lesz, hogy albérletbe laknak, vagy hasonló, de a kaját azt ugyanúgy mindenkinek meg kell venni, a ruhát azt ugyanúgy, az egyéni telefonszám, most gondolom, mennyi lesz a telefonszámla? De gondold el mondjuk, amikor azt mondom, hogy 12 ember, most figyelj, most mondok például, csak hogy értsétek meg egy kicsit, hogy azért az 1 200 000-12 ember, amikor 12 ember odaül egy vacsoraasztalhoz, 12 ember dobja be a ruháját a szennyesbe, ott két mosógép éjjel-nappal megy. Levi, mondok neked valami mást, várjam. Amikor én azt mondom, hogy egy nagyon szegény kisgyerek, és hogy egy családból ebből mennyi van, azt már is számoljuk, egy nagyon szegény kisgyerek otthon éhezik, akkor nem azt mondja a magyar bunkó, hogy Úristen, hát éhezik az a gyerek, segítsünk neki valahogy, mindegy, hogy milyen a szülő, mindegy, a gyerek éhezik ezt. Ha hogy éhezne, hiszen van az iskolába, étel adnak neki. És vége! Itt lezárult annak a gyereknek a lakhatása, a ruházkodása, az otthoni elláthatása, a fürdése, a vacsora, mindegy.
te kapott az iskolába valamit. És innen kezd el a bunkó meg, és tudod, hogy hány ilyen komment van a TikTokomon? Hát kapott az iskola, és vége. Ott vége van, ahogy a tudod, amikor a szarszagú pocsolyában úszkál a víziló, csak az orrukkal játszik ki, és onnan kijön a takony ilyen nagy buborékokban, és úgy oda befögi, hogy hát kap az iskola, hogyan őhözhetne. Érted? És felfogta a lényeget a magyar bunkó. Hát hogyan? Hát úgy, hogy nincs neki otthon semmi. Hát miért nem tanult tovább? Hát igazon is, rohadjon meg, hogy 7 évesen nem profi kőműves, meg 3 diplomás közgazdás. Hát fulladjon is meg a saját hányásával az ilyen 7 éves. Komolyan, tehát hogy képzeli, hogy nem burkol 12 000 négyzetméterenként iskola helyett, meg közben még ír valami disszertációt a Fortune magazinba, hogy nemzetközi kihes legyen. Édes Istenem! Érted? Tehát megmagyarázzák. És tudod, amikor így eljutsz a logikai érvekben addig, hogy elmondod neki, hogy nem jó, amit mond, nem jól mondja, az abszolút butasága, tanulatlansága, rossz indulata, alulinformáltsága és félrevezetettsége böfögteti ki belőle ezt a hányást, akkor jön a non plus ultra végső deus ex machina, végső érv, amivel nem tudsz vitatkozni, mi Gyurcsányok volt. És a vége. Örökre vége a beszélgetésnek. Nem? És győz. Tudod, ez a butaságával győz fölötted és magával ránt a mélybe. Együtt halunk, mint Dugon Institusz, érte? Hát... És ott van vége. A rohadt lipsi 7 éves kisgyerek, hogy nem megy el tanulni, és hogy nem dolgozik mellette. Igen, tehát ezért kéne a havonta 100 000 forint alapjövedelem, hogy ne dögöljön meg mindenki, mert a nyuggerek nem fogják föl, hogy ez a generáció már nem fog tudni dolgozni, mert Viktorka csak most akar pár év alatt 500 000 munkást. Hol van ez a kontinentál gyár, már ugye dossák ki a magyar alkalmazottakat, hogy jöjjön a kínai helyére? Mindegy, és teljes. Érted? Tehát itt fog állni majd, hogy hát te nem jössz el dolgozni minimálbér alatti jövedelemért. Hát akkor majd jön helyetted 500 kínai. Vagy 50 000. Annyit hozzatok, amennyit akarok. És satú, vége. Nem tudsz mit csinálni. Érted? És nem fogják fel. Tehát én azt mondom, emberek, mindenki, akiben csak annyi intelligencia van, mint egy pohár joghurtban. Abban is van élő flóra, tudjátok. Bifidus essensis, ami nem létezik, csak kitalálták a reklám kedvéért. Légy szíves, követeljétek képviselőitektől, polgármesteretektől, közjegyzőktől. Járjanak közben, Magyarországon legyen. Mi legyen, Levente? Feltétel nélküli alapjövedelem. Azaz... Tessék! FNA! FNA! Na, és ez nem valami drognak a rövidítése, meg nem egy melegbarát szervezet, az FNA az a feltétel nélküli alapjövedelem. Az Universal Basic Income, csak felírtam oda angolul, mert úgyis úgy lesz érdekesebb a videó, meg mindenki úgy kattint rá, hogy megnézi, hogy angolul van a felirat. De ez mind ugyanazt jelenti, utána lehet nézni az interneten, el lehet olvasni a tanulmányokat, végig lehet gondolni, hogy mennyivel emeli az életminőséget, de nyugodtan azt is lehet oda kommentelni ezrével a videó mellé, hát, hogy miből fizetjük ki, hát nincs erre pénz, hát abból, hogyha neked nincs szükséged rá, te lemondasz róla. Meg a családod is, meg a barátaid is, meg mindenki, aki tele van lével. Nem kötelező elfogadni, érted? Csak annak, aki szegény, azt fogadja. A többi nagy lelkően lemond róla. Ha nem akarsz, nem mondasz le akarsz, lemondasz. Majd megnézzük, hogy Viktorka lemond-e róla. Na, vagy a éhező gyermekei tanítatására fordítja és ellátásukra. Mert ő nem egy vagyonos ember, soha nem is volt az. Na, úgyhogy gyerekek, FNA, nagyon sokszor fogom még hozni a témát.
foglak vele benneteket idegesíteni. Hát rá, most jó kianyáztuk magunkat, Levente, de ki kell adni, ami bennünk van, mert különben nem indítunk egy társadalmi vitát. Igaz, hogy aki hithű katona, az még jó, nagyobb ellenállást fog érezni magában, hogy imádja isteni Turát Viktort, aki a Gyurcsánynál sokkal jobb, mert még Gyurcsány jobb van, és ez 14 év után is csak ennyit tud kibüfögni a kis orrocskáján, mint a konygombóc. De van, aki ennél tovább jut és megérzi, hogy így 14 év terroruralkodás után is nagy szar van a palacsintában, és a főnökség egy agyas barom. Egytől egyig, és itt valamit tenni kell. Többek között bevezetni a feltétel nélküli alapjövedelmet. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszi, Levi, itt voltál, jövünk még. Csövász, csőpacsit, sziasztok! Cső!